Köszöntöm a Kabai Városi Televízió nézőit! A Kabai Kábel Televízió hálózat fejlesztése, átalakítása televíziónk számára is a változás időszakát hozta. Ma még nem látjuk pontosan, milyen lehetőségek várnak ránk, így egyenlőre az internetes elérhetőségeinken, azaz legegyszerűbben a forrástv.hu oldalról a YouTube-ra csatlakoztatva találhatók meg műsoraink. A nevelési év közeledő lezárása egyben a ballagások időszaka is városunkban. Kollégám az óvodai ballagásokról készített felvételeit a közösségi média segítségével napokon belül bemutatjuk. Tekintsük át mai ajánlatunkat! Elsőként a Nemzeti Összetartozás napjáról tudósítunk, majd Sáska doktortól hallhatjuk a legfrissebb információkat. Műsorunk végén színes gyermeknapi összeállításunkat kívánjuk figyelmünkbe. Maradjanak velünk! Pontosan 101 éve, hogy a Párizs melletti, abban a bizonyos elhíresült kastélyban a nagy háború után a győztes hatalmak országunkra kényszerítették a megalázó békeszerződést. A magyar küldöttség akkori vezetője, Apuny Albert gróf, érzékeltetve a magyarok elkeseredettségét, ezt mondta a békediktátum elfogadása után a nagyhatalmak képviselőinek. Idézem. Önök most megásták Magyarország sírját. De Magyarország ott lesz a temetésén mindazon országoknak, amelyek most itt megásták Magyarország sírját. 101 éve viseljük. 101 éve viseljük a veszteség tényeit. Ma már tudjuk, ott a tárgyalóasztalnál egyáltalán nem nyerhettünk. A győzteseket nem érdekelték a magyar érvek. Nem érdekelte Teleki Pál híres vörös térképe sem, amely valós képet festett arról, hogy milyen nagyszámú magyar honfitársunk került más nemzetiségek uralma alá. 2010 óta ezen a napon ünnepeljük a Nemzeti Összetartozás napját. Városunk a Trianon emlékmű előtt emlékezett a hősökre és a győztes hatalmak bosszújára. Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket a Nemzeti Összetartozás napján, városi megemlékezésünkön, a trianoni békediktátum 101. évfordulója alkalmából. Énekeljük el közösen a himnuszt! Kérem, hallgassák meg Gyányi István előadásában
az Átkozott 100 év című dalát. A dal zenéjét szerezte Beszkid József, a szöveget írta Toldi Tamás. S a nyelvből jött a tél. Egy nemzet szétszakadt, és megfordult a szél. Mondd, miért kell, hogy így legyen? Adj még hitet, kérlek Istenem. Átkozott 100 év, kínoz és fáj mi. Ez a kegyetlen háborús játék, ellopott sorsok, reménytelen harcok. Megöltek sok vágyat és sok álmot. A szívekben még biztat élni kell. Az összetartozást soha nem adhatjuk fel. De az út hosszú és nehéz, és az ember sajnos mindig visszanéz. Átkozott 100 év, kínoz és fáj mi. Ez a kegyetlen háborús játék, ellopott sorsok, reménytelen harcok. Megöltek sok vágyat és sok álmot. Átkozott 100 év, kínoz és fáj mi. Ez a kegyetlen háborús játék, ellopott sorsok, reménytelen harcok. Megöltek sok vágyat és sok álmot. Ellopott sorsok, reménytelen harcok. Megöltek sok vágyat és sok álmot. Felkérem Janka Zsoltnét, a Kabai Óvoda intézmény vezetőjét, nemzeti gyásznapunkon mondja el emlékbeszédét. Tisztelt emlékező közönség, Trianon. Ez a szó a magyar fül hallatára az igazságtalanságot, a tehetetlen szomorúságot szimbolizálja. Trianon emléke örök. Emléke nemzetünk fájó sebe. A békekonferenciát 1919. január 18-án nyitották meg Versailles-ban. A vezető szerepet a négy nagyhatalom, Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok képviselői töltötték be. Ők határozták meg Európa sorsát. Magyarországot a gróf Aponyi Albert vezette küldöttség képviselte. A magyar delegáció a konferenciára hiteles etnikai, néprajzi, történelmi kutatásokkal alátámasztott adatokkal érkezett, de mint hiába. Csak 1920. január 16-án a béketervezet végleges lezárása után volt lehetőség arra, hogy a magyar béketüldöttség is előadhassa álláspontját. Magyarországnak azonban nem volt esélye a csehszlovák, román és a délszláv területi követelésekkel szemben. Magyarország képviseletében 1920. június 4-én Benárd Ágoston és Drasse Lázár Alfréd írta alá a versailles-i Kis Trianon kastélyában az első világháborút lezáró békediktátumot,
ami országunk feldarabolásához vezetett. A trianoni békediktátum a gazdasági és társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem legsúlyosabb tehertétele volt. Megszűntek a korábbi sok nemzetiségű birodalmak, de a határokat nem nyelvi és etnikai, hanem politikai megfontolások alapján határozták meg. Június 4-e a nemzetünk egyik meghatározó tragédiája. E nemzeti tragédia mindannyiunk életére hatással van, és nem enyhít ezen az idő múlása sem. Ez az a nap, amikor országunk területének kétharmadát elcsatolták. 282.000 négyzetkilométerből mindössze 93.000 négyzetkilométer maradt. Amikor a magyarság egyharmada, 3.300.000 ember új határokon kívülre került. Trianon városokat, falvakat, családokat, egy egész országot, egy egész nemzetet választott el egymástól. Erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és délvidéki testvéreink sokat küzdöttek, szenvedtek magyarságuk miatt. Segítőkezünk sem érhetett el mindig hozzájuk, de szívünk mélyén mindig is tudtuk, hogy összetartozunk. Az anyaország éppen ezért ennyi idő után sem feledkezhet el a határon túli honfitársairól. Mit gondolnak ma a trianoni tragédiáról azok a magyar gyerekek, akik az elszakított felvidéki területeken élnek? Szőcs Enikő, a Galántai Kodály Zoltán gimnázium 17 éves tanulójának a gondolatai. Nagyon közel áll a szívemhez az irodalom és a történelem. Nálunk sosem volt tabu téma Trianon, sem a kitelepítés, hiszen a családom érintett volt ebben. Június 4. Sokaknak semmit sem jelent ez a dátum. Hallásból tudják, hogy volt Trianon, meg ott akkor valami történt. Pedig számtalan családot érint, hiszen közös a múltunk. Nem fényes, nem dicsekednivaló, inkább gyalázatos darabja. Amit nem megünnepelni kell, hanem emlékezni rá. Méltóan, tisztelettel, alázattal. Mire elég 101 év? A mai modern világban szinte bármire, új eszközökkel, feltalálásokra, vagy akár négy generáció felnevelésére, viszont arra nem, hogy örökre eltapossan egy nemzetet, kiölje belőle a nemzeti öntudatot. De tényleg büszkék vagyunk a gyökereinkre? Sokszor elgondolkodom ezen. Sokaktól hallom, hogy a mában kell élni, minek a múlttal foglalkozni. Úgy gondolom, tanulni csak a múlt hibáiból lehet. Édesanyám mindig arra tanított, hogy legyünk hűek az anyanyelvünkhöz. Csak most, a 17. életévem kapujában kezdem igazán érteni, hogy milyen az, amikor minden magyar testvéredhez, röghöz, rónához ennyire kötődsz. Külhoni magyarként különösen nehéz megtartani a nemzeti öntudatunkat, az identitásunkat. Ám minden erőnkkel küzdenünk kell azért, hogy akár a felvidéken, akár más elcsavolt területen megmaradjunk magyarnak. Miklós Zoltán, a nagymácsédi Mészáros Dávid alapiskola 15 éves tanulójának a gondolatai. Mindannyian tudjuk, hogy a trianoni békediktátum miatt nagy veszteség érte Magyarországot. Erre a napra emlékezve gyász költözik a szívünkbe. A trianoni árnyékban élni számomra már megszokott, de a nagyszülők és a dédszülők fájó szívvel gondolnak vissza Nagy Magyarországra. A mai fiatalság keveset tud a trianon előtti időkről, mert az iskolában keveset foglalkoznak vele a történelem órákon. A mi iskolánkban ezt a témát csak történelem órán tanítják a 9. osztályban. Horváth Borbála felsőszeli 6 éves óvodás gondolatai. Sokat hallgattunk anyával egy dalt, amiben azt énekelték, hogy fáj, ami fáj. Megkérdeztem anyától, mi fáj neki. Anya lerajzolta és elmesélte, hogyan szakították szét a rossz bácsik Magyarországot régen, és hogy van most a határ. Szerintem a magyarországi gyerekek boldogabbak, mert ők mind játszhatnak egymással, mert értenek magyarul, én meg nem tudok játszani a szlovák gyerekekkel, mert ők nem tudnak magyarul.
mennyi bölcs gondolat, őszinte érzés rejlik a gyermekekben. A magyarságtudat, a fájdalom, a magyar nyelv összetartó ereje. A mai zavaros Európában pedig különösen fontossá válik nemzetünk összetartozása. Összetartozás nélkül csak nehezen boldogulhatunk az Európát érintő válságos időszakban. A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét 2010-ben a magyar kormány a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította. Befejezésül Sajó Sándor Magyarnak lenni című művéből szeretnék idézni. De túl minden bón, minden szenvedésen, önérzetünket nem feledve mégsem, nagy szívvel, melyben nem apad a hűség, magyarnak lenni büszke gyönyörűség. Magyarnak lenni nagy, szent akarat, mely itt reszket a Kárpátok alatt. Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva, viselni sorsunk, ahogy megvan írva. Lelkünkbe szív a magyar földünk lelkét, vérünkbe oltva ósök honszerelmét. Féltőn borulni minden magyar rögre, s hozzátapadni örökkön örökre. Felkérem a kabai intézmények, szervezetek képviselőit, nevük elhangzását követően helyezzék el koszorújukat az emlékműnél. Enyhülni látszik a pandémia, lassul a járvány, azaz lanyhul a fertőzés veszélye városunkban. Biztonságunk érdekében egyre többen jelentkeznek a védőoltások felvételére,
az oltópontokon, a házi orvosoknál, vagy éppen az interneten. Manapság már többféle védőoltás felvételére nyílik lehetőség. Ugyanakkor bizony célszerű okokból egyre inkább az oltópontokra hívják a pácienseket a szervezők. Az is fontos, hogy nyaralási szezon elő sokaknak szükségessé válhat a többnyelvű oltási igazolvány. Végleges megoldást csak az európai igazolvány kiállítása jelent, ám arra néhány hetet várnunk kell még. A szerda reggeli Hajdú-Bihar megyei hírekben azt hallottam, hogy mindössze 6 új beteget tudtak diagnosztizálni. Ez biztos, hogy jó hír. Hogy állunk? Városunkban mi a helyzet? Nálunk is ilyen kedvező minden? Reméljük, hogy igen. Tehát ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy amiről tudunk, arról tudunk csak reflektálni. Tehát most azt tudom mondani, hogy hál' az égnek most úgy állunk, hogy a múlt héten, illetve eddig a héten a tesztelések pozitív eredmény nem adtak. Tehát most per pillanat igazolt pozitív esetről hál' az égnek nem tudunk a településen, de ugye ez dinamikusan változhat, ez most az adott pillanatra vonatkozó helyzet. Korábbiakhoz képest egyértelműen kevesebb az előfordulás, kevesebb a gyanús eset, vannak megfázások, ugye most már azt kell szortírozgatni, hogy melyiknél merülhet fel, melyiknél nem. Teszteléseket végeztetünk pont emiatt is, mert ugye erre még szükség van, de egyértelműen azt lehet mondani, hogy a tavaszi időszakhoz képest sokkal jobbak az eredmények, sokkal több nagyságrendileg a negatív eset, mint korábban volt. Nézőig megszokhatták, hogy a doktor úr mindig óvatosan fogalmaz, de azért csak-csak megkérdezem, hát ha dőlhetünk már végre? Hátra még ne dőljünk, mert azért még nagyon frissek az élmények, azért ezt a tavasz vagy az előző őszt nem kívánja vissza senki. Ami pozitív, talán mindenképpen kiemelhető, hogy úgy tűnik, hogy a településen az átoltottság 50% feletti szintet elérte, tehát a védőoltásokat már úgy tűnik a körzeteket, ahogy nézegetjük, ugye a kapott listák alapján mindegyik körzetbe a paciensek fele túl van az oltásokon. Ugye ezek a felnőtt körzetekre vonatkoznak, a felnőttekre, ugye a gyerekeknél még a fiatalabb korosztály, ugye 16 éves korig már levitték az oltást, ugye azt a korosztályt már ugye kapott lehetőséget az oltásra, ők aki akarta élt is vele. Most ugye a 12-15 éves korosztályra van döntési helyzet, ugye az Európai Unió már rábólintott, jóvá hagyta, most ugye Magyarországon is erről megy az egyeztetés, hogy a 12 év felettieknek az oltása hogyan történjen, mikor történjen, de mindenképpen az már jó, hogy ez az 50%-os arány mind a három körzetben, a felnőtt körzetekben megvan, tehát azért ez összességében azért már több ezer embert jelent a mi településünkön is, amivel azt lehet mondani, hogy mindenképpen hozzáveszük azokat, akik átestek a betegségen, de ugye pont emiatt még az oltást nem kérték, vagy egyelőre nem akarják felvenni, akkor azért már arányában azt lehet mondani, hogy a védettség, az immunitás szintjén sokkal előrébb járunk, mint mondjuk tavasszal jártunk. Nagyjából 2 hét van hátra az iskolából, sőt, sok számára igazából be is fejeződött. Gondolok itt azokra, akik érettségiztek vagy felvételiztek, sőt, ők már a pontszámaikat is tudják, úgyhogy nagyjából már elkezdhetik tervezni azt a nyarat, ami az Isten tudja, hogy milyen lesz még ez a nyár. Két kérdésem van ezzel kapcsolatban. Egy, milyen lesz ez a nyár, nem mint pandémiás szempontból milyen lesz. Viszont a másik fontos kérdés az, hogy ez a rengeteg diák. Ez ugye csak úgy fog tudni bármilyen összejövetelre legálisan elmenni, bármilyen rendezvényre, hogyha lesz nekik oltási igazolványuk. Érdeklődnek már a fiatalok? Azt lehet mondani, hogy igen, és ugye pont ez volt az egyik fő ok a nyár, nem csak a fiataloknál, ugye idősebbeknél is, hogy ahhoz, hogy akár Európában is szabadabban mozogjanak, vagy szabadon mozogjanak, mindenképpen kell a védettségigazolás, amit ugye vagy betegség, vagy negatív PCR-teszt, vagy a védőoltás felvételével lehet elérni. Ez mindenképpen látszik, hogy aktuálissá vált, ugye jön elvileg, ha minden igaz, ugye a szórakozási lehetőségek, a koncertek, reméljük, hogy visszatérhetnek, illetve ugye a nyaralás, amihez valami kell mindenképp. Ugye a PCR-teszt, tehát nem mindenki szereti elvégeztetni, tehát összességében emiatt emelkedik azoknak a számok, akik érdeklődnek az oltásán. Ezt látjuk egyébként, mert ugye kapjuk a listát, nagyon sokan igénybe veszik az oltópontokon a regisztráció lehetőségét, és felveszik az oltást, most már tőlünk függetlenül is, pont ezen célból. Itt egyedül egy dolog az, ami függőben van, ami sajnos elcsúszott annak idején. Ugye a külföldre menőknél kell majd arra figyelni, hogy alapvetően ugye most kapott ezt teret a sajtó,
sajtóban is, hogy a két nyelvi igazolásokat várják, illetve más országok várhatnak más nyelvi igazolást. Ezzel kapcsolatban most még egy kicsit képlékeny a helyzet. Itt mindenkit arra kérnék, hogy egy kis türelemmel legyen, mert ugye ezt központilag kellene módosítani, hivatalossá tenni, mert nagyon sokan, akik ugye oltóponton vették fel az oltást, ugye az oltópont orvosait nem fogják tudni utolérni, hogy igazolják, hogy ők beadták ezt az oltást. Tehát ennek a helyzetnek a kezelésére most van egy központi szándék, hogy megoldják. A legegyszerűbb verziója az lenne, hogy az ESZT-be feltöltött adatlapokat kétnyelvűsítik, és onnantól kezdve, hogy ez mindenkinek megoldódik, aki felvette, mert ugye a kártya QR kódja ezt tartalmaz, és kiolvasható belőle, és akkor onnantól kezdve ez a része rendben van. A másik verzió az, hogy ugye elküldözgetik az oltóorvosokhoz az embereket a kétnyelvű igazolásért. Az egy körülményesebb, azért mondom, hogy várjuk meg, én nagyon remélem az első verziót, az egyszerűbbet, hogy az valósul meg. Elvileg erre most az egyeztetések zajlanak, mi azt a tájékoztatást kaptuk, reméljük, hogy egy-két hét belül már pontosabb információt tudunk ezzel kapcsolatban mondani, tehát ott még egy kis türelmet kérünk a nyaralni szándékozóktól, tehát ne rohanják meg a rendelőt most a kétnyelvű igazolásokért, mert ezzel kapcsolatban még pontos információnk nincsen, reméljük, hogy lesz rövid időn belül. Hatásosan tűnik a kormánynak a oltási kampánya. Az biztos, hogy most, hogy átéptük ezt az 5 milliós számot, most már kicsit kevésbé meredeken emelkednek a grafikonok. Azért együtt emelkedni folyamatosan. De az is biztos, hogy maga az oltási kampány is alapvetően átalakult. Egyrészt azért, mert az oltópontokra egyre nagyobb teherhárú, ugye a házi orvosok egyre kevesebbet oltanak. A másik viszont, ez meg talán örömteli hír, hogy alaposan megváltozott a felvehető oltásoknak a szerkezete. Most már gyakorlatilag elérkeztünk arra a pontra, hogy egy széles palettából választhatnak. És ez nagyon érdekes, hogy valóban választhatnak azok, akik oltakozni szeretnének. Mit jelent ez a választhatóság? Egyáltalán honnan tudunk mi információkat beszerezni arról, hogy hát hogy nekem melyik az, ami jó? A hivatalos kommunikáció az, hogy mindegyik jó. Nem tudok eligazodni, és gondolom, hogyha én nem tudok eligazodni, akkor talán sokan vannak ugyanígy. Így van, tehát a védőoltások gyakorlatilag ugye, amik elérhetőek, az mindegyik kapott engedélyt arra, hogy beadható legyen. Ugye erre mondták ugye tavasszal is, hogy a beadott oltás a jó oltás, ugye továbbra is ez az alapelv. Itt egyénileg befolyásolhatják szedett gyógyszerek, betegségek azt, hogy esetleg valamelyik oltás ajánlottabb, vagy nem ajánlottabb, terhesség, bármi ilyesmi, ami egyedi dolog. Ebben úgy gondolom, hogy akár az oltópont orvosa az oltás beadása előtt, ugye ezért kell a nyomtatványt kitölteni, vagy akár még a regisztráció előtt a házi orvos tud segíteni, hogy melyiket ajánlja, melyik fele célszerű gondolkozni. Valóban a tempó lassul, tehát ugye azok az emberek, akik akarták felvenni és beregisztráltak már régen, szerencsére hozzáfértek az oltáshoz. Most ugye azok vannak már, akik kevesebben vannak, akik most döntötték el, akár ugye a imént említett ösztönző dolgok miatt, vagy akik gondolkoznak azon, vagy jól meggondolják, hogy milyen oltást szeretnének, és ez is adja a nehézségét most a jelenlegi helyzetnek. Tehát a múlt héten jutottunk el mi is odáig, hogy ugye a kapott oltásokra egyszerűen alig találtunk embert, mert ha az egyiket ajánlottuk, akkor a másikat kérték. Tehát nem tudunk mindenkinek úgy tenni, hogy mondjuk egy meghatározott ampullában, amiből 10-et lehet kiszívni, két ember miatt nem bonthatjuk meg, mert nem dobhatjuk ki a többit. Tehát ugye ezért változik az a preferencia, hogy most már a cél az, hogy mivel az oltópontokon ugye a úgymond logisztikailag jobban rendelkezésre állnak a különböző oltások, és az előrefoglalás miatt tudják számolni, hogy hány ampullát kell kibontani, vagy hogy kell sorban rendezni a dolgokat. Tehát úgy tűnik, hogy a következő időszakban az oltópontok fogják átvenni. Egyrészt azért, mert kezelhető számú a jelentkező, tehát jóval kisebb számot kell oltani, mint amit eddig kellett. Másrészt ugye akik most regisztrálnak, ők már tudatosan, célirányosan mennek egy adott oltás felé, amire ők gondolnak. És most teszem azt, hiába próbálom felajánlani a Pfizer helyett a csereszabatos Modernát, egyszerűen nem. Tehát hiába mondom, hogy ugyanaz az oltás, ő nem kéri, nem fogadja. Tehát itt már körzetben ezt nagyon nehéz nekünk koordinálni. Az ugye alapelv továbbra is, hogy oltást nem bonthatunk ki, nem dobhatunk ki, és nem bonthatunk ki csak akkor, hogyha el tudjuk használni, ugye záros időn belül. Tehát így ezt most jelen helyzetben, mikor gyakorlatilag nálunk is a praxisban most már a regisztráltak száma, tehát nem 200 emberből kell összehozni, hanem mondjuk 70 emberből kell összehozni azt a 20-at, 30-at, és így nagyon nehéz. Tehát emiatt változik a tendencia, tehát gyakorlatilag mi az első körös oltásoknak a végére érünk lassan, tehát körülbelül úgy tűnik, hogy most van
talán az a utolsó, amikor még első körös oltást kaptunk, innentől kezdve, hogy a második köröseket mindenkinek leoltjuk, akit mi oltottunk le, de aki ezután regisztrál vagy gondolkozik az oltáson, ugye a központi felületen az est.gov.hu-n egyszerű felület, beírva az adatokat szépen, azt az oltást azon az oltóponton, amelyiken akarja, abban az időpontban, amikor fel tudja venni, beregisztrál, befoglalja, és innentől kezdve nagy valószínűséggel, én úgy gondolom, hogy amíg a számok nem változnak, és a tendencia ez marad, ami most, nagy valószínűség a következő heteket így kell számolni, hogy itt az oltópontok fogják ezt a tevékenységet végezni, és természetesen azzal az oltással, amit adott esetben valaki szeretne, akar, vagy kívánatosnak tart. Néhány nappal ezelőtt megütötte a fülemet egy olyan hír, miszerint elképzelhető az, hogy néhány hónapon belül, tehát 8-10 hónapon belül esetleg újból oltakozni kell valamilyen újabb anyaggal. A jó Isten tudja, még ez kicsit homályba hagyta az a tisztségviselő, aki ezt megszerőztette. Nem is tudom, hogy mit mondjak én erre. Ugyanakkor szinte majdnem abban a műsorban hallottam egy másik hírt, miszerint most már van olyan oltás, amiből mindössze egy adagra van szükség, tehát nem kell kétszer befáradni az oltási pontra. Némi ellentétet látok a két hír között. Igazából nincs ellentét. Tehát ugye az első perctől kezdve kérdés az, amióta ugye a védőoltásról szó van, megjött a vírus, hogy kell-e újraoltás. Igazából most azt lehet mondani, hogy a legelső oltásokat tavaly november környékén adták be, most ugye június van, eddig nem kellett. Tehát ezt az időszakot úgy gondolom bátran lehet mondani, hogy elvileg ennyi időn belül nagy valószínűség, akiket most oltunk, nem kell újraoltani. Itt természetesen ugye... Hát így van a 8 hónap. Így van, tehát ebből van a 8 hónap, ami eddig biztos. De azt nem tudjuk, hogy ez esetleg lesz a 10-12 vagy 2 év. Tehát ennek még előtte vagyunk, hogy ezt folyamatosan követik. Itt ami befolyásolhatja, amit nem tudunk, tehát ugye naponta hallunk szinte már, hogy van ugye a brit mutáns, az indiai mutáns, a vietnámi mutáns most már, tehát jönnek ezek a változatok a vírusnak. Itt az a kérdés, hogy ezeknek a verzióknak a szerkezete mennyiben változik. Ha nem sokat és a mostani oltások használnak ellene, akkor amiatt külön nem kell újraoltás. Ha esetleg nagyobbat vált a vírus, mint ahogy maga az influenza vírus is tud ilyeneket csinálni pár évente, akkor lehet, hogy szükséges lesz az, hogy változtatni kell a védőoltásnak a szerkezetén, és abban az esetben szükséges lehet az újraoltás, hogy frissítsük az irányba is az immunrendszernek éberségét, hogy fenn lehessen tartani, de most még korai ilyet kijelenteni, hogy 8 hónap, 10 hónap, benne van most a pakliba az is, hogy szükséges lehet, de az, hogy most másfél év, két év, vagy valóban egy év, ezt nem lehet tudni, de ugye ezt folyamatosan figyelik szakemberek, ezzel kapcsolatban jelzések lesznek. Úgy gondolom, hogy itt a vízválasztó, itt az ősz környéke lehet, amikor ugye a Angliába, illetve Izraelbe elkezdett oltásoknak ugye az évfordulója lesz, és akkor figyelik majd gondolom antitesteket, figyelik a számokat, hogy esetleg az oltottak közül hányan kapták el a betegséget, hála az égnek, ez most még egy nagyon alacsony szám, reméljük, hogy így is maradna, annál tovább tarthat a esetleges következő oltásoknak az előírása, hogyha szükségessé válik. Egy adagos oltás valóban van, ugye ez a Johnson, vagy ugye Európában itt a Janssen vakcina, amit egy oltás felvételével, egy dózis megkapásával, nem kell ismétlő oltás, egyelőre most ez az előirányzat, hogy egy oltás felvételével meg lehet szerezni a védettséget, abból nem kell ismétlő oltás. Valóban van erre, ugye most vannak kísérletek hasonló oltásokra is, hogy legyen ilyen. Most engedéllyel ez az oltás bír, még egyelőre egy oltás van, ami egy dózis felvételével biztosítja azt az immunitást a tapasztalatok szerint, mint amit a többi esetben ugye két oltás felvételével tudunk elérni. Mindig kihasználom az alkalmat, hogy a közösségi médiának a legfrissebb híreit, álhíreit megkérdezem dr. úrtól, mi a véleménye. Napokban egy olyat olvastam, hogy a repülőn utazók különösen veszélyben vannak, hiszen a repülőgépnek a törzsében egy darab légkondicionáló berendezés van, ablakot elég nehéz kinyitni. Lehet, hogy talán nem is érdemes. És hát innentől kezdve az elképzelhető, hogy ott nagyobb a veszély egy fertőzésre. Mi igaz ebből ez? Most hír vagy álhír? Ezt mondhatjuk azt is, hogy most ne a repülőt mondjuk, az átereket. Na most, hogyha valaki az átérbe, ugye most láttuk itt a koncertet is a hétvégén itt Kabán, amikor egymás hegyén hátán álltak az emberek, akkor nem féltek attól, hogy nem volt meg a másfél méteres távolság, meg nem volt meg a szükséges tértávolság, akkor ugyanígy nem kell repülővel. Sőt, azt kell mondjam, hogy ugye a repülőre való jutást szigorú vizsgálatok előzik meg, tehát ugye eleve ugye feltétel vagy az oltás felvétele, vagy a 72 órán
belül bemutatott negatív PCR-teszt. Tehát ilyen szempontból ugye a fokozott biztonsági előírások inkább azt mondom, hogy még biztonságosabbá teszik jelenleg, és körülményesebbé a repülést, mint esetleg teszem azt elmenni egy boltba, ha azt veszem, és bemenni mindenfajta ellenőrzés nélkül, és nem tudni, hogy mondjuk kivel állunk sorba, vagy ki áll mögöttünk. Tehát ezek a dolgok olyanok, hogy ilyeneket mindig találunk, meg mindig lehet mondani, lehet hivatkozni erre, lehet hivatkozni arra. Itt alapvetően egy dolgot kell úgy gondolom kiemelni, a józan paraszti eszet nem szabad elfelejteni. Tehát egy bármilyen megfázás ellen hogy védekezünk? Úgy, hogy fertőtlenítjük a kezünket, úgy, hogy próbáljuk tartani a távolságot, vigyázunk magunkra, ugye tüsszenteni zsebkendőbe, könyökhajlatba, hogy ezt megtanultuk. Tehát csak azokat kell betartani, azokat az egyszerű dolgokat, amiket alapvetően még azt kell mondjam, hogy nem is kellett volna ez a koronavírus, hogy behozzon, hogy vigyázzunk rá, és ugyanúgy egy influenza szezonban, ugyanúgy most a koronavírus járvány alatt célszerű betartani. Ha ezeket betartjuk, akkor nem kell feltétlen ilyen dolgokon agyaljunk, a többit az élet majd hozza magával, figyelni kell a számokat, nézni kell, hogy alakulnak az esetszámok. Ugye most megnyílnak a határok, indulnak a nyaralások, itt a külföldi kontaktok lehetősége is megnő, ugyanúgy mehetnek Magyarországról külföldre, mint külföldiek jöttnek hozzánk. Lásd, ugye foci EB is itt van előttünk, tehát ezeket a részeket nem tudhatjuk még, hogy mit fognak hozni, tehát ezért kell az, hogy amivel kezdtük, hogy ne dőljünk hátra, résen kell lenni, figyelni kell, és adja az ég, hogy a számok azt támasszák alá, hogy jó irányba haladunk, az, hogy hatásosak az oltások, meg az, hogy az emberek azért megtanulták azt, hogy jobb félni, mint megijedni. Az elmúlt év folyamán többször megállapítottuk, hogy doktoronak a homlokán időnként megjelennek a ráncok. Tud most már nyugodtabban pihenni? Vannak most már nyugodtabb hétvégék? Módjával. Tehát ugye az elmúlt időszakban azért gyakorlatilag ugye megnőtt minden feladat, tehát volt két hónap, ami nagyon kemény volt, itt a tavaszi hónapok azok gyakorlatilag non-stop munkával teltek, ügyelet is ugye sokkal több esett mindenkire, mert kevesebb volt, aki tudott jönni ügyelni ugye a Covid-osztályos elfoglaltságok miatt, tehát most talán egy kis levegőhöz jutunk, most ugye változások vannak odabent is, tehát azt is nehéz követni, hogy melyik szakrendelés tud újraindulni, melyik nem, melyik épület indul vissza, melyik nem, ugye ott is óvatosak, mert ha újraindul a járvány, ne kelljen megint kiüríteni, tehát folyamatos, dinamikus változásban van most minden, mi próbáljuk innen követni, hát megpróbálunk egy kis levegőhöz jutni valóban, ugye agyalunk azon, hogy tudunk-e szabadságra menni nyáron, hogy tudunk szabadságra menni nyárra, mennyi a második körös oltás, mennyi fertőzött van, hogy nálunk, tehát még sok minden változik, tehát azért minden ránc még nem tűlt el, de mondjuk ha azt nézem, hogy márciusban mennyi volt rajta, meg most azért ahhoz képest nagyságrendekkel kevesebb, ez biztos. Május utolsó vasárnapja hagyományosan a gyermekeké. Ebben az évben különösen izgalmas volt városunk rendezvénye, hiszen a sok hetes kényszerű bezártság után a gyerkőcök most első alkalommal élvezhették a játékokat, a közösség, a barátok és a szülők együttes élményét. Összeállításunkban igyekszünk bemutatni a forró hangulatú koranyári vasárnap igazi hangulatát. Yeah.
Vannak olyan napok, amikor az embernek csupa jó dolog jut az eszébe. Hát először is az a kezem, hogy tavasz. Ez maga a csoda, az újjászületésnek az egy csodája. De utána rögtön folytathatnám azzal, hogy gyermeknap. De micsoda gyermeknap. Hosszú-hosszú hetek, hónapok után az első olyan szabadtéri rendezvényvárosunkban, ahol tényleg az emberek halálnyugalommal, jókedvel végre kiléphetnek az utcára, kiléphetnek egy közös térségbe. De várjunk csak, milyen térségben? Hiszen egy olyan térségben, egy olyan helyen vagyunk most, amelyet a város közepében egy olyan pódiumot teremtett, egy olyan szabadidő teremtett, ami majd meggyőződésem, hogy egyszerűen párját titkítja. Egy városvezető szemével, hogy néz ki ez a sokszoros ünnep? Nyilván azért is készültünk erre a napra nagyon, hiszen valamilyen szinten az újraindulásunknak is egy szimbóluma lesz, és az a szerencsés helyzet állt elő, hogy éppen a Nemzetközi Gyermeknap alkalmából került sor erre a úgy gondolom nagyon színvonalas rendezvényre, hiszen ma azért elsősorban a gyermekeknek szerveztük a programot. Az csak természetesen tetézi az örömünket, hogy nagyon sok szülő is ellátogatott már ma eddig is erre a rendezvényre, úgyhogy hála jó Istennek nagyon sokan vagyunk. És az is öröm, hiszen itt az első körben ugye úgy indult a tervezés, hogy a fürdőbe tettük a rendezvényt az akkori járványügyi szabályok miatt, hogy tudjunk ugye védigazolványt ellenőrizni a kísérőknél, de közben változott a jogszabály, úgyhogy mindössze egy hetünk maradt arra igazából, hogy átértettük ezt az egész rendezvényt erre a térre, hiszen a jelenlegi jogszabály szerint ugye ez egy gyermek sportnap és közösségi rendezvény most már tartható bizonyos létszámig, anélkül, hogy kelljen a védettségi igazolványt kérni, úgyhogy nagyon, és azt gondolom, hogy rendkívül nagy örömmel fogadták ezt itt a szülők is, a kabai emberek, illetve most már látjuk, hogy azért a környék településükről is vannak látogatóink itt a mai napon, természetesen, aminek nagyon örülünk, de ez a tér ugye alkalmas is rá, hiszen amikor a tornacsarnokot megépítettük, ott szándékosan hagytunk szintén mellette egy teret, amit itt egy rendezvénytérnél teljes mértékben bekapcsolható, illetve a művelődési ház ugye környéke, maga a játszótér, a tornacsarnok, egész körbevett területe teljes mértékben alkalmas rendezvénytérként is, úgyhogy most ezt próbáljuk. Igazából ez az első ilyen nagy próbája van ennek a térnek itt, úgyhogy, de úgy tűnik, hogy nagyon jól funkcionál. Pontosan amiatt, mert itt azért a játékokat is, mivel több játékot rendeltünk a mai napra, ugye ez helyigényes, és el kellett helyeznünk több területen, hogy, hiszen itt azért a bölcsődés, életkorúaktól az óvodásoknak, az iskolásoknak, mindenkinek más-más programot, más-más játékokat biztosítunk a mai nap. A térségre visszatérve, én még emlékszem arra, amikor ezt a pályázatot annak idején kiírták, akkor valahogy az egésznek az volt a sugallata, hogy egy élhető város szeretnének építeni. Én úgy gondolom, és úgy látom, és remélem többen osztják a véleményemet, ez sikerült. Hát természetesen ez volt a célunk, tehát fölhasználom, ugye a művelődés az egy adott dolog volt ugye nagyon régen, az most már ugye felé újult, egy teljesen szép környezet lett. Miután megépítettük ugye a tornacsarnokot, azért az már ide a tájba illő, tehát ez volt alapvetően, hiszen itt a kultúriskolához is igazodnia kellett a maga a megjelenésének az épület miatt, de ugye van mellette egy játszóterünk, és ennél fogva ugye azt találtuk ki, hogy mivel ez egy blokk itt ez a tér, így legyen itt a futópálya, sétáló, ösvény, tehát minden olyan pihenő, megálló helyekkel, hogy rendelkezésre álljon. És ez úgy tűnik szerintem sikerült. Tehát éppen ezt gondolom, hogy ez adja most már azért a kisvárosi jelleget is a településnek, hogy ilyeneket ki kell, hogy alakítsunk, mert erre szükség van. Kondipark van a fiataloknál, ami egyébként rendkívül módon örömteljes, hogy használják is. Tehát itt hétköznapokon is. A kondiparkot itt futnak az emberek, sétálnak, tehát ez egy szerintem teljesen rendben lett így ez az elképzelés, és beváltotta hozzáfűzött reményeket is, hiszen használják az emberek. Mindig erről az jut eszembe, hogy mikor a főteret alakítottuk, hogy akkor ugye egy nagy változás történt, hiszen addig egy sima út vezetett át a főtéren, és ugye közben
tehát a többi rész, vagy fás, vagy valami, és ott, amikor ott is előtt a rendezvényteret alakítottuk ki, akkor ugye voltak, akkor is azt mondták, hogy minek ide ilyen rendezvénytér, minek ide az, hogy ott egy pihenős, és ugye ott is beváltotta hozzáfűzött reményeket, meg a fiataloknak az lett a találkahely, az esti találkahely, és megtelik nyáron fiatalokkal, tehát én úgy gondolom, hogy ezekre nyilván, mikor hirtelen elképzeli az ember, egy kicsit hihetetlen, mert azt gondoljuk, hogy kisebb település vagyunk, kisváros vagyunk, akkor erre lehet nincs is szükség. Pedig igen, szükség van, csak ki kell találni, megcsinálni, és utána belakják azok, akiknek ez egyébként készül. Egy kicsit olyan tavaszünnepes hangulatban telik ez az egész beszélgetés. Hadd tegyem azt is hozzá, hogy egy gyereknapról van most szó, egy gyereknapi rendezvényen vagyunk. De valahogy én úgy érzem, hogy egy kicsit mindannyian gyermekek vagyunk, hiszen ha nem is azok vagyunk, vagy kinőttünk bele, de azok voltunk. Hát ez egy gyermeki szemmel még csak tudjuk nézni a világot. Természetes. Meg úgy gondolom, önmagában ez a látvány, ez a rengeteg boldog gyermek szempár, amit lát az ember. Tehát főleg egy ilyen idő után, ami után vagyunk azért, az megnehezítette már egy jó ideje az életünket. Én úgy gondolom, hogy ez egy teljes új lendületet adhat mindannyiunknak, mert látszik, hogy nagyon jól érzik magukat, ez az ő napjuk, és ezzel együtt mi is egyébként. Tehát én a Bóc műsort ugyanúgy élveztem, mint a gyerekek, tehát, de azt gondolom, látszik, hogy a felnőttek is maximálisan a gyerekeikkel együtt vesznek részt ezekben a műsorokban, ami szerintem teljesen nagyon jó. Arról nem beszélve, hogy ami én nagyon-nagyon újat fedeztem föl a mai nap, és nekem, én aminek nagyon-nagyon boldog vagyok, nagyon sok kismamát, ha figyelmesen végignézik itt a forgatagot, rengeteg kismamát lehet felfedezni a résztvevő szülők között, úgyhogy, és hallom a kollégáimtól is egyébként, hogy ez a karantén hatás következménye egyébként, de nagyon boldogok vagyunk, mert egyébként statisztikai is természetesen igaz a védőnőknél is, tehát ezt azért mi is leellenőriztük, hogy teljes mértékben igaz, hogy nagyon sok kismamánk van, hála jó Istennek, úgyhogy egyre nagyobb szükség lesz a gyermeknapokra. És maradjon ez így még nagyon sokáig, mert azt gondolom, hogy a jövő záloga az ők, akiket itt fogunk felnevelni. Száll, amikor elengedted az íjat. Nem tudom, az a célra akartam, de nem sikerült. De melyikre, hiszen ott van egy, ma jeges medve, meg van egy fogfájós orszagú. Medvére. Medvére célosztál? Igen. És milyen volt, mit kellett tudni? Nehéz az kihúzni ezt az íjat? Kicsit nehéz. Mi a feladat igazából, mire kell koncentrálni? Hogy egy kicsit oldalosan kell tartani a kézt. Melyiket? Ezt egy kicsit el kell dönteni. Ugyan? Mutasd meg neki. Így. És így el kell engedni. Kell húzni, igen. Nehéz? Kicsit. És nem remeg a kezed, amit nem lehet fogni kell? Nem. Próbáltál már ilyet máskor is? Igen. Hol? Mikor voltunk kirándulni. Hol? A Lovaldába, Sárét udvaréba. Megtetszettek el az íjászat? Aha. Itt ez a gyermeknap, mit próbáltál még ki? Az ugrálót. És ez milyen volt? Jó. Hány kört mentél? Egyet. És sikerült az átfordulás, vagy csak ugráltál? Csak ugráltam. Mert nem próbáltad ki? Nem. Legközelebb? Lehet. Ez egy abszolút férfias sportnak tűnik számomra. Hogy lehet, hogy egy fiatal lány mégis arra adja a fejét, hogy hatalmas nagy élvezettel nézze az íjászokat? Mert szerintem érdekes. Mert? Hát, ahogy belelőnek, már nehéz megtanulni. Pont abban fog fájósul szarulva? Igen. Nem sajnálod őket? Nem. Gyereknap van, ma mit próbálták ki? Trambulint, meg ennyi lényegében még. Trambulin az milyen volt számodra? Hiszen, az egy, nem tudom, hogy tudod, de olimpiai sportág. Nem tudtam. Gyakoroltál? Nem. Hogyan készültél a gyermeknapra? Azt láttam, hogy fantasztikusan sikerült a fizurát, gyönyörű szépen, jól sikerült a mosolyodés, szinte ünnepének tűnik. Hogyan készültél rá? Hát, hosszú időbe telt. De egész egy évbe gondolom, nem? Több idő volt felöltözni, mint elkészíteni a hajamat, de az esethez képest jól.
De úgy gondolom, hogy egy fiatal ennek azért készülnie kell. Igen. Igen. Mi az, amit még ki fogsz próbálni? Hát az élőcsocsót, az íjászkodást, meg még nem tudom. Majd még meglátom. Mi meglátod. Azt mondd el nekem, Opis Barbie érdekel benneteket? Igen. Mit tudtok róla? Hogy énekes, szép lány, hosszú hajú, és erre jöttünk át. Te is ő ráválsz Opis Barbie-ra? Nem. Miért nem? Téged nem érdekel? Nem, nagyon. Miért nem? Miért? Kimarad az életedből a tánzda? Igen. Én nem nagyon szeretem. A Barbie-t nem szereted, vagy a műfajt? A műfajt. Értem, értem. Akkor ez egy komoly, megfontolt hölgy, igazi megfontolt hölgy. A tornacipő csak véletlenül van rajta. Biztos vagyok benne, hogy magas sarkúba fog készülni, tehát ilyen tűsarkú lány ez belőle. És belőled? Nem tudom. Tornacipős lány leszel, vagy tűsarkú? Szerintem mind a kettő. Mind a kettő. Mind a kettő. Nézőként jöttél erre a foci bajnokságra, vagy esetleg ki is próbáltad? Már kipróbáltam. És milyen? Jó.
mit kell itt tudni? Mert ahogy látom, ez valószínűleg az akadályfutással van kombinálva a focilabda. Ez hogy működik ez az egész? Úgy működik, hogy van ez a csocsó, ez élő csocsó, van ez a aftali csocsó, amiben ezt a vaszat kell mozgatni. Ez majdnem ugyanolyan, csak ki vagyunk kötve, és úgy kell mozogni, és gólt kell ugni, és például ez többen lehet, és van egy ki, vannak kötelek feszítve, és vannak rajta devékövek. Tudod, mire hasonlít ez nekem? Egy kötött pályás villamosra, mert ott is kötött a pályát, azt sem tud arra menni, amerre ő akar, csak arra, amerre a madzagja pontosabban a sínek engedik. Ez is valami hasonló, nem? Igen. És mi ebben a jó? Hát a játék meg a összetartás, a csapat összetartás. Csapatjáték ez, azt mondod? Igen. És te milyen vagy ebben? Mit játszol? Kapus játszol, vagy csatár, vagy esetleg középpályást? Ahogy eszik, meg ahogy állítanak be. Hát de jó, hát az, hogy te mit szeretsz a legjobban, az csak te tudod. Én a csatárt szeretem. Aha, tehát akkor igazából a gólokat szereted rúgdosni. Igen. Hánynak sikerült ma? Ma egyet sikerült, mert csak még két feljárt futtam, de már rengeteg második meccsben, első az egy kicsit gyenge volt, de a másodikban fokvárugásunk volt, csak előtt volt a kapus. Értem, azt hiszem most már szépen lassan minden kezdek érteni a csapatjáték, akkor mutassad be nekem a te csapatodat. Én csapatom kicsikkel voltunk. Ismered őket, vagy csak egy alkalmi csapat volt? Ismerem őket. Na, mutasd be őket, kik voltak? Adrián. Igen, kapuba? Adrián nem, avagy én csapatáfam volt. Volt egy gyerek, őt nem ismerem. Volt Jancsika, a Kovács Jancsika volt, meg volt, ennyien voltunk a többi csapatáv, mert a többi nem volt csapatávunk, hanem ellenfelünk volt. Tegnap nézted a Bajnokok Ligája döntőjét? Nem néztem. Pótoljad, mindenképpen érdemes. Itt most szerinted kik az esélyesek? Melyik csapat az esélyes? Hát szerintem ők. A fejem itt a vállam, itt a vasam, itt a lábam. És az élmény éppen most szálltál le a trambulinról. Milyen volt? Hiszen annyian vágynak oda, hogy repüljenek oda veled a magasba. Nagyon jó volt. Miket csináltál? Ugráltam. És mit lehetett volna még csinálni, amit te nem tettél? Tükrözni. És? Legközelebb? Nagyon tükrözni. Aha. Sok bátorság kell ahhoz, hogy beszállj abba a hevederbe? Nem. Nem is izgultál? Nem. Egyáltalán? Nem. Mit fogsz még kipróbálni a mai napon? Semmit. Ennyi volt? Igen. Műsorok közül melyik a legizgalmasabb? A ugyó fáj. Tényleg? Igen. Hát, azt ki ne hagyjad. Jó, oké, értem el, hossz a vége, hagyjátok meg! Thank you.
izgalmas játéknak látszik számomra. Meséljétek itt, mi a cél? Ez egyfajta keveréke a tenisznek, a pingpongnak, a tudástabellának és talán még a kidobósnak. Hát az, hogy vissza kell ütni a másiknak. Várjál, a másikat kell visszaütni, vagy a labdát? A labdát. Labdát, és te ezt hogyan látod? Mert ahogy látom, hősiesen hadonásztál mindent, és minden labdáért megpróbáltál megküzdeni. Elég nehéz. Nem tudjuk, hogy milyen magasságban megy a labda. Aztán nem lehet tudni így. Igen? Nem. Ennyire nehéz? Igen. És hogy van az, hogy egy labdát zsinóra köttek ki? Ez kicsit úgy tűnik számomra, mint a büntetésben lenne szegény. Hát részből igen, mert... Mindig visszahúz, amikor elütnénk a labdát, és nem oda megy, ahova mi szeretnénk. És szerinted ilyenkor ki a győztes? Mind a ketten, döntetlen. Tényleg, döntetlen? És te hogyan látod? Te nem úgy kezdtél hozzá, hogy te akarsz nyerni? Nem. Én mindig azzal szoktam, hogy én gyerek. És általában így is van. Nálunk nem mindig. Nem így van. Mutasd be a társadat. Dániel. Dániel. A te társad? Kalkó. Ó, fantasztikusan ügyesek vagytok. Mit fogtok még ma kipróbálni? Mindent. A trambulint. Trambulint? És te? Mindent. Mindent. Akkor gondolom a macis csúszkával fogod kezdeni. Igen. Gondolom, hogy mindenki egy kicsit gyerek ezen a napon, legalább ezen a napon. Milyen itt tologatva a kis apsit és így nézegetni a többieket? Jó érzés. Hát ott két gyerek játszik az ugrálóváron. Picur még áll van, úgyhogy semmi gond nincs. Nem irigykedik? Nem. Hát én már kidőltem belőle, bár szívesen felmennék azért én is. Melyikre gondolod? Az ugrálóvára gondolom? Mindegyikre, minden játék csúszik. Esetleg trambulin? Hát az mindenféleképpen, főleg azzal a kis tornyossal azért az. Gyerekek mikor fognak belenőni a trambulinba? Már belenőttek. Tényleg? Persze, kettő nagy ott van, csak a picur van velem. Úgyhogy ők már belenőttek, majd kipróbáljuk azt is valószínűleg. A mai programokból, a hátralévő programokból miket fognak megnézni? Hát attól függ, hogy bírják a csajok, majd tőlük függ. Hát az is lehet, hogy végig itt leszünk, majd meglátjuk. Hát ez mindig így van, hogy a nők döntenek, a lányok döntenek. Hát nekünk már ez jutott. De jól van ez így, ez egy igazi családi nap. Jó lenne ilyen szerintem minden hónapban. Hát ez minden nap inkább, nem minden hónapban. Tehát ha valaki úgy él, hogy minden nap gyereknap, akkor ez se különböző nap neki, de azért a sok játék miatt azért élvezik. Köszönöm. Honnan? Debrecenből, feleségem Kabai. Értem. Köszönöm szépen. Akkor nagy-nagy figyelmet kérünk, mert a színpadon az ügyvakor 6. alkalmának győztese Office Barbie. Hát köszöntjük egymást, egy még egy hatalmas sírgítással! Köszönöm, látom már ezt a pillanatot, tényleg első viszont. Idei első fellépésen is lejártam azt, hogy végre együtt, így is szansunk, együtt felekeljük. Úgy is húznám tovább az időt, kezdjük az első dallal, ami nem más, mint a túlélem. Ismeritek? Akkor együtt mehet a zene. Még jöhet hangosan a mikrofon a zene. Az az egyetlen vesztem, Franklin, hogy túl nagy a szívem. De a látszat sokszor csak is sajnos van, hogy elhiszem. Amikor pontyolnak szemtől szembe, de ahogy elfordulok én, a barátokból ellenség lesz, és rögtönnek és vág belé. Nyilvánvaló Istenem, miért kell átélnem
veled szemtől szemben nem mered. Amikor meg baj van, vagy én mégis ott leszek neked. Szóval értékeld, hogy bízhatsz bennem, többé már nem a felé. Thank you.
ezt nem félem. Én szerelmet, ezt nem veszel a pénzed. Hát mire vagy tisztanak értem én? Ne zsipasztod az agyféltek én. Már várok át a fullos nők. Az egyik érezi magát, a másik ők. Na de bármit megtehetsz velük, és minden szép. De csak is a pénzért.